Sziasztok, Rákosi Gergő vagyok, Fedora nagykövet, és akkor azt választottátok, hogy ne a játékos Linux, hanem a játékos Fedorát adjam elő nektek. Nem annyira fogok kitérni a szerver részekre Fedorán belül, meg fogom említeni, de én úgy gondolom, hogy ennek az évnek, illetve a következő pár évnek, ennek az évnek, arról kell szólnia, hogy Linux rendszerek, operációs rendszerek fussanak az asztalokon, a desktopokon. Én szeretném ezt elérni, ez már régóta téma, és mindig csak várjuk, várjuk, várjuk. Én úgy érzem, hogy most elég nagy vihar van a Linuxos disztribúcióknál, mindenhol mindenki fejleszt, orba szájba engine-eket, SDK-kat, játékokat. Nem úszátok, megmondtam. Úgyhogy biztos, hogy ebben az évben lesz valami nagy boom, vagy ha nem, akkor jövő év elején. Én ezt biztosra veszem. Szerintem csapjunk bele. Röviden erről fog szólni az előadás, de elmondom, hogy teljesen világos legyen. Ugye, hogy kerültem kapcsolatba a Fedorával, erről fogok majd beszélni. Fedora 21, mint legújabb disztribúció, kis reklám, majd lehet bőle venni. Na. Igen, ezt körbenéztem csak azért óvatosan. Egyébként, jó, ez majd téma lesz, nem futunk ennyire előre. Jó, Fedorának ugye vannak különböző spinjei, tehát amit itt említett a kolléga is, van a Scientific Linux, ugye Fedora, van a játékos Linux, ismét, itt vagyunk, nem baj, semmi gond. Aztán beszélünk egy kicsit a Fedora közösségről, hogy kik, hogy csatlakozhatnak a Fedora közösséghez, és ennek milyen előnyei is vannak például, hogyha valaki esetleg fejlesztő, fordító, grafikus, vagy csak egyszerűen egy nagykövet tud beszélni, jó nagy darab nagykövet, tehát így gondoltam, akkor olyan előnyökben lehet része, hogy a közösség baromi gyorsan befogadja, és ha minden igaz, akkor különböző rendezvényekre is invitálják. Ez lehet Európában és Európán kívül is. Tehát mindenféleképpen érdemes egy kicsit megmozgatni a szálakat, egy kicsit felfedem a titkot, nem csak a Fedora miatt, hanem ami történik egyáltalán körülöttünk a világban. Ezért nem érdemes kapcsolatokat építeni kint, külföldön. Ez egy lehetőség. Súgtam valamit. És a végén persze lehet kérdezni majd. Kávé 5 éve vagyok Fedora nagykövet Magyarországon. A váltás nem volt egyszerű, mint ahogy szerintem senkinek sem, ugye annan is hardcore Windows user voltam, ilyen hurrá. Ahogy a Microsoft elkezdte ugye a aktiválás, adatkérést, azt mondtam, hogy ciao, viszlát, hello, más Windows disztribúció, keresünk valamit. Az első Vares szerverem az egy Red Hat alapú volt, ezért egyszer csak a Red Hatnek a honlapján találtam egy olyan felírást, hogy Fedora Core Desktop Linux. Nézzük meg, mit tud. Letöltöttem, felraktam, telepítettem, csapkodtam, idegeskedtem, nem aludtam. Majd egyszer csak hollá, sikerült, működik rajta minden. Of course, játék is. Azt is muszáj volt ugye kipróbálni. És ez szép lassan így ment az évek során. Fedora Core 1, Core 2, Core 3, és így használtam. Emellett persze ugye dolgoztam, majd a 8 órás munkából átcsaptam a vállalkozásba. Jelenleg is ugye két cégnek a vezetője vagyok, illetve rendszergazdája is. És a Fedora közösségen belül pedig, hogy egy kis kontraszt legyen, ugye a cégvezetésen kívül foglalkozom játékokkal is. Tehát ez a, hogyha valaki esetleg valakit érdekel, hogy lehet játszani Fedora Linux alatt, akkor bátran kérdezzen. Legújabb játékok, Vine, Stream, stb. Csak bátran. Illetve, hogyha vannak különböző rendezvények, akkor azt a Magyar Fedora közösséggel együtt támogatjuk, ez ugye lehet többféleképpen megtenni. A lényeg az, hogy együtt vagyunk, és együtt képviseljük a magyarországi Fedora közösséget, illetve a Fedorát. Mi a Fedora?
Azt gondolom, ismeritek ezt a számot, ez a Fedora, válasz mindenre. Ennyi. Tehát, és valóban, elmondom miért. Tényleg hagyjuk a szerveres dolgokat, tehát webserver, LDAP, Samba, backendek, PostgreSQL, sorolhatnám sorba, hagyjuk. Mit lehet csinálni Fedora desktop rendszeren? Mindent. Ha nekem az a gépem nem lenne, akkor meghalna az üzlet. Én ezt használom munkára, számlázásra, nem itt van rajta, tehát lehet kezdeni, itt nincs rajta egyébként, semmi adat. Számlázásra, ajánlatadásra, videószerkesztésre, zeneszerkesztésre, DJ-skedésre, videó nézésre, zenehallgatásra, játékra, mindenre. Ha nem menne, én meghalnék. Minden működik. Ugye mi az a Fedora? Most ez így könnyű, de mindegy. Szóval van egy ilyen kalap is, amit ugye kézzel készítenek, panamai kalap. Legtöbben ezt rá szokták vágni, és azt mondom, hogy igazuk van, de most nem erről beszélünk, hanem egy operációs rendszerről. Szerintem mindenki tudja, hogy alapvetően a Fedora az ugye egy ilyen test környezet a Red Hatnél. Ki az, aki így gondolja, ez így van? Nagyon jó. Nagyon jó. Ne, nem. Két ember volt. Az nem számít. Jó, nem mondtam, hogy a kettőfelkezeteket, oké, tehát. Jó, ez így van. Egyfajta test környezet, azonban ez a test környezet ez azért jó desktop szinten, mert bleeding-es, tehát a legújabb programcsomagokat kapjuk meg, a legújabb verziókat. És ez fontos egy desktop rendszernél, ahogy ezt már ugye említettük korábban is. Hát ez egy jó dolog. Ugye 100%-on van ingyenes, megosztható, módosítható. Itt is ugye a csomagokat emberek készítik, tehát nem cégek, hanem összefog egy 10 fős csapat és megcsinálja a KDE-nek a fájlkezelőjét. Mondtam valamit. És ez így megy tovább. És ugye a Fedora csapatban is vannak azért felelősek, akik ezeket a programcsoportokat összeszedik, és azt mondják, hogy igen, átment a vizsgán, ki lehet adni, jöhet egy újabb Fedora disztribúció. Ez iszonyatosan nagy munka, én látom ezt, hogy ez hogy működik, és az, hogy Fedorára a fél évet tartsák, ez izzasztó. Ezért ez majd változni fog a jövőben. Pontosan még nincs információm, de ha minden igaz, akkor a flokkos konferencián ez föl fog jönni témaként, és akkor már lesz bővebb infom róla. Ugye mondtam, hogy Bleeding Edge, tehát legújabb szoftvercsomag van benne. Fejlesztői szemmel stabil. Ki az, aki használ Fedorát? Stabil? Na ez az, én is így vagyok vele. Azért vannak vele problémák, a bleeding edge, csak üti a kettő egymást. A bleeding edge nem lesz stabil, de mégis ezt mondják, és valamilyen szinten így is van. Mert ha nem lenne stabil, akkor viszont nem használnám. Vannak hibái, amit viszont gyorsan lehet orvosolni. Cserébe azért, hogy bleeding edge-et kapunk. És én úgy gondolom, hogy ez megéri. Tehát az az aprócska hiba, amik előjönnek, azokat mind gyorsan át lehet, újra meg lehet oldani, és az ember tud tovább dolgozni a gépén. Ez sajnos benne van. Igen, és a Red Hatnek ugye több architektúrára is létezik. Nem sorolom fel, vagy látjátok, tudjátok elolvasni. Ezt folyamatosan fejlesztik, és hozzák ki az újabb verziókat. Alapelve a Fedorán ez a 4FS szó. A lényeg az az, hogy minden esetben szabadon felhasználhasd, módosíthasd, ha módosítottad, akkor azt megoszthasd másokkal, és ugye bele is fejleszthesd, és esetleg azt ugye jóvá is hagyja a Fedora csapat, és az úgy kerüljön bele a következő verzióba. Ezek fontos elemek, különben nem működne a Fedora. Erről is már volt szó, ugye csak a CentOS esetében, ez igaz a Fedorára is. Ugye ez a 2011-es, az 4 éves felmérés, de elég fontos helyeken használták Fedora rendszert. Ebből le lehet dönteni, most érdemes-e kipróbálni, vagy pedig nem.
Ezt ki kell találni. Vagy ki kell próbálni. Így van. Jó, hát további listák, hogy kik használják. Az a NASA-ban én kételkedem, de biztos így van. Ezt mondták nekem, hogy ezt nyugodt oda lehet írni. Egyébként így van. Tehát Wikipédián utána lehet nézni, valóban a NASA fedórás rendszereket használ. Tehát ez valóban így van. Jó, újdonságok. Fedora 21. Ugye Fedora 21-nél egy olyan lépés történt, hogy szétválasztották a Fedorát. Ugye Fedora Workstationre, Fedora Server és Fedora Cloudra. Ez tök jó, ezt én mondtam nekik. Azért, mert hogy én a Fedorát használtam szervernek is. Lehet kövezni, ahogy gondoljátok. A legtöbb szerverem az Fedora. És működik. Tessék? Nem. Hát számolt ki úgy 84 ügyfélnél, azt most persze, hogy milyen architektúra, milyen rendszer van, alapból mint legyen 84, és akkor ezt szoroz be néhányan. Fedora, működnek, szépen mennek, és meg lehet volna rajta mindent. És ezért egyszer csak kitalálták, hogy jó, akkor csinálunk, jött egy Fedora szerver. Tehát nem kell az embernek kivakerásznia, hogy mit szeretne a szerverhez, hanem berakja a telepítőt, és tulajdonképpen csak a szerver alkalmazásokat, szolgáltatásokat választja ki onnan, azokat rakja föl, és már lehet is használni. De a Workstation. A Workstationben az újdonság. Xorg és a VLAN-nek a harca. Ezt megmondom őszintén, én várom egy kicsit, mert lévén, hogy ugye Linuxos játékos vagyok. Ezért a VLAN-ban nagyon bízom, hogy egy kicsivel több teljesítménynövekedést tudnak majd kihozni belőle, illetve itt a kérdés lesz majd az Nvidia, hogy ő hogy fog hozzá viszonyulni. Remélem, hogy pozitívan. Van benne egy Dev Assistant szolgáltatás, ezt ugye a fejlesztők tudják igénybe venni, ez is egy darab kattintás, és tulajdonképpen telepítéskor fölköl az összes olyan szoftver szolgáltatás, amivel a fejlesztőknek segítik a munkáját. Ezt is érdemes kipróbálni. Fejlesztők vannak? Jó, esetleg majd a Fedorával érdemes kapcsolatba lépni ilyen téren, bedolgozni. Ingyen. Jó, lehet rajtam keresztül is, na. Igen. Főállású ingyenes dolgozó. Azon kívül belekerült ugye a Workstationbe a legújabb Gnome, a KDE, amit ugye én is használok. Ugye a hátránya a KDE-nek, hogy erőforrás igényes. Ezt mindenkinek magának kell testre szabnia, hogy mit szeretne használni. Ugye XFCE és RXD-t sokan szeretik, mert egyszerűen könnyű és gyorsan kezelhető. Akinek meg van hozzá erőforrása, KDE, Unity. Hagy menjen. Vártam már, ki fog mit hozzám csapni. Jó, és a további Network Manager fejlesztések történtek benne, de ugye ez is tulajdonképpen a desktop részét érinti, úgyhogy ezt is ki kell próbálni, hogy mennyire jó. Server. Ez egy fontos dolog, ez a cockpit. Tulajdonképpen a systemd-n keresztül egyfajta felügyeleti interfész kapunk, tehát ha valaki szervert üzemeltet, ezzel megkapja a teljes menedzselését a szerverhez. Próbáljátok itt tényleg, nem tudok mit mondani. Szerver üzemeltető biztos van itt, ugye? Az is. Na, egy próbát megér. Adok majd telepítőt, teszteljétek ki. Nem fogtok csalódni, biztos. A tuti biztos vagyok. Jó, illetve van egy egységes API a remote adminhoz. Megmondom őszintén, azt még soha nem próbáltam. Fogalmam sincs róla. Így van, próbáljátok ki! De majd én kipróbálom. Erről te nem tudok semmit, úgyhogy elnézést kérek. Nincs információm. Jó, és a harmadik verziója a Fedora 21-nek, az a cloudos disztribúció. Ilyet tartalmaz az alapelemeket, mint az OpenStack. Az Amazonnak a webszervezékhez tudunk csatlakozni, illetve a Docker, amiről már szintén volt szó a kollégánál, amely egy konténeres virtualizációt ad nekünk.
Jó. Igen, játék, igen. Jó, mi eszmények vannak Fedorához, mert ugye a Fedorában is, ahogy láttuk, a többi disztribúciónál is vannak különböző alváltozatok. Nem ígérhetek olyan szép vonalakat, mint ami volt az Ubuntu-nál, az csodálatosan szép volt. Itt nincs ennyire, és van szép leszabva, minden esetre léteznek. Ugye ezt már említettünk is egy párat. Én igazából nem vagyok ennek a híve, azt mineknek, hiszen be vagyok korlátozva. Jobban szeretem azt, hogyha én csinálok egy feltelepítési rendszert, és már eleve én úgy állítom be, ahogy szeretném. És nem az, hogy ő mondja meg, hogy én most nekem mit fogok használni azon. Jobban szeretném egy kis szabadságot kapni ebben, de aki ugye szeretné kicsit egyszerűbben telepítgetni, az ezeket a disztribeket, vagy a disztribeknek a spinjeit elérheti, és csak azt kapja meg, amire szüksége van. Ízések és pofonok. Hát ezt... Hol áll a Fedora közösség, magyarországi közösség? Ugye 2009-ben egyetlen osztopos tagunk volt, ő a Hoppár Zoltán. Ő az, aki vitte a Fedora magyarországi közösségét. Majd egymásra találtunk, és úgy döntöttük, hogy elkezdjük felépíteni a magyarországi közösséget. És tulajdonképpen sikerült is, azóta már több mint 3 nagykövetünk van, illetve többen vagyunk, mint 30-40 fő, tehát maga ez a magyarországi mag. És akkor mindenféle konferenciák, ugye még csatlakoznak emberek, kivel közelebb kerülünk Fedora ügyben, kivel nem. Ez attól függ, hogy akivel találkozgatunk, ő mit tud esetleg, vagy mihez van kedve Fedora projekthez hozzáadni, milyen energiát tud belefektetni. Megtalálhatók vagyunk több rendezvényen is, tehát Magyarországon is, külföldön is. El lehet minket érni IRC-n. Ez a nagyon csodálatosan csúnya honlapunk. Azt szépen lassan fejleszgesszük. Igaz? Csinálgatjuk? Jó, helyes. Hát ez egy kicsit ilyen hittanórás. Én ezt átlépem, még a végén azt hiszem, hogy mi hittérítők vagyunk. Ez meg túl nagy szájú, úgyhogy ezt is átlépem. Úgyhogy ez... Jó, kérdések vannak, és nem voltak játékkal kapcsolatos dolgok, mit szóltok hozzá, úgyhogy sikerült átugranom. Kérdések. Ez a kép, ez egy futkon, ez Párizsban készült. Itt a magyarországi közösségből 6 voltunk kint, és részt vettünk egy 5 rendezvényen, ahol ugye ilyenkor van az, hogy fejlesztési nap, dokumentációs nap, fordítási nap, mindenki csinálta a dolgát. És akkor itt van sörözés, pizzázás, ha ki akar csatlakozni. Sörözés, pizzázás, és akkor egy kis munka persze. És úgy plusz 10 kiló, ahogy nézem magamat, de mindegy. Körülbelül. Hát igen, jó ez a Fedora, nem? Fedora közösség. Jó, kérdés van-e bármivel kapcsolatban? Kaphatunk a DVD-t. Így van. Ah, micsoda? Nem? Mondd még egyszer, Léci. Aha, így nem ismerem. Én keverek, tehát én a mix programot használom. Egy keverőpulttal, illetve némi vezérléssel ilyen digifényekhez. És ez Fedora segítségével mindezt. Tehát így, bocs, én így zenélek, nem zenét írok. Hogy... Jó, egyéb kérdés, igen. Igen, ez egy nagyon rossz kérdés nekem, ami a szívem összeroppan. Kb. Fél éve ezelőtt el kellett adnom egy Alienware-es notebookot, az volt a játékgépem. Nvidia. Következő az pedig egy Razer. Hát, mert ez sajnos nem alkalmas játékra. Tehát itt a Quake 3-nál leragadtunk ennél a szinten. De fut. Hát, ez van. Jó, kérdés felhasználással, telepítéssel kapcsolatban.
jövök a folytó napra, nem. Igen. Melyik titkózus játék, mint nálad, amikor a legbiztosabb? Lőjél még! Még egy párat! Nem kell válaszolnom! Melyik megvásárolt Windows-os játék indult? Hát így gondoltad pontosan a kérdést? Nem, nem. Nem is tudom, a Need for Speed, illetve a Juice-nak volt a kettes verziója, ami Windows-os volt, de az utóbbi időben ugye a Steam-esek elég erősen beindultak, és tulajdonképpen minden olyan játékot, ami meghatározó, illetve ami nem meghatározó azt is, azokat már behozták Steam-re. Tehát tulajdonképpen annyi dolgom volt, hogy a Steam-en csak költöttem az euró milliárdokat. Ez szörnyű. Kinek van Steam-je? Ki használja? Gyorsan megy a pénz, nem? Na, hát ez a baj. Jó. Kérdés van, nincs. Szuper, köszönöm szépen, sziasztok.